Új helyre költözött a gyermekorvosi ügyelet. Már az Albert Schweitzer kórház 7. emeletén fogadják a kisbetegeket, közvetlenül a gyermekosztállyal szemben. Székeket, asztalokat helyeztek ki, hogy a szülők és a gyerekek kényelmesen várakozhassanak. Szitaru Viktória gyermekorvos azt mondja, szükséges volt az ügyelet helyszínének megváltoztatása. Március 1-től a gyermekorvosi ügyelet költözött az osztály közelébe. Ennek több oka van. Az egyik és legfontosabb oka, hogy a kórház felelős a gyermekek szakorvosi ellátásáért egész Hotvonban és Hotvon térségben, úgy döntöttünk, hogy ilyen módon jobban tudunk biztosítani a gyermekszak ellátását, hogyha az gyermekházi orvosi ügyelet is osztály mellett fog zajlani. Szitaru Viktória szerint ez a változás több szempontból is hasznos lehet a szülők számára, hiszen így helyben el tudnak intézni mindent. Jelenleg úgy el van helyezve a házi gyermekorvosi ügyelet, hogy szükség esetén, hogyha kórházi felvételre lenne szüksége, akkor a gyereknek nem kell hosszú távolságot tenni, a szülőnek nem kell gondoskodni, hogy valahogyan szállítson a gyereket az osztályra. Itt mellettünk van minden, hogyha a gyerek nincs jó állapotban, akkor nagyon gyorsan tudunk segítséget nyújtani. Az ügyeleti idő nem változott. Hétfőtől csütörtökig délután 5-től 8 óráig, pénteken déltől este 8-ig, hétvégén pedig reggel 8 órától este 6-ig várják a betegeket.